Az egyik világnézet azt mondja, hogy bizonyos dolgok meghatározottak, tehát vannak bizonyos dolgok, amik nem nézőpont kérdése. A másik vélemény meg végsősorban azt mondja, hogy minden nézőpont kérdése, és azért hiába e, mások úgy látnak engem, mint férfi, ha én úgy látom magamat, mint nő, akkor én nő vagyok. Nem gondolom, hogy a nemiséget ennyire a, 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 a közbeszéd jelentős részévé kéne tenni. Miért ennyire jelentős része a homoszexualitás a közbeszéd, közbeszédnek? Szerintem részben azért, mert maga a szexualitás ennyire központi részévé vált. Leginkább az utóbbi száz évben. Én nem gondolom, hogy a szexualitás ö, kérdéséről egyáltalán ilyen sokat kéne beszélni, és én szerintem nagyon sokat árt, hogy ilyen sokat beszélünk róla. És akkor itt rátérve arra, hogy ha, ha a szexualitásról ilyen sokat beszélünk, és oly módon ö, viszonyulunk a szexualitáshoz, ahogy a világ viszonyul a szexualitáshoz, ami szerintem önmagában egy deviáns ö, viszonyulás, és ennek az örvény a homoszexualitáshoz, vagy a transgender ö, 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 identitáshoz is ö, így állunk hozzá, és erről ilyen sokat beszélünk, akkor azzal szerintem problémát csinálunk belőle. Két éve csinálok ezt a podcastot, és végre van, be sikerült belőle kiprovokálnom, hogy ne értsél egyet. <laughs> Üdvözlünk mindenkit, ez a Köves Darabit Podcast Köves Lomóval és Szilágyi Szilárddal. Az előző adásban a női principiumról beszélgettünk, ma pedig azokról a, az ideákról, azokról az elképzelésekről fogunk beszélgetni, amit összefoglalóan gender studies-nak szoktak nevezni. Ez vagy eleve... a Talmudnak ilyen traktátusra ez Na a kérdés? Az, a, arról, arról én nem tudok, arról majd felvilágosítasz, hogy van-e. Én szerintem nincsen. De a lényeg az, hogy ugye most... Arról beszélünk, hogy többféle nem van, a nem pedig nem csak a születéskori, nem csak a biológiai, hanem egy társadalmi nem is, tehát hogy én minek definiálom magam, hogy ez a gender, mit, mit gondolok én magamról, hogy hol helyezkedek én el a férfi-nő spektrumom belül. Akkor nézzük, hogy mit mond erről a zsidóság, és na, mit mond erről a Talmud. Uh -huh. Mert annyiban javítanám csak a kérdésed előtti felvezetést, hogy a, azt mondta, hogy a női principiumról beszéltünk, a női és a férfi principiumról beszéltünk, és azért is akartam kiavítani, mert tulajdonképpen maga a principium mint olyan, mint fogalom, az egy bibliai vagy tórai világlátásból következő fogalom. Hiszen ha azt mondom, hogy a világ egy céllal, egy tudatos teremtés révén jött létre, akkor ez a tudatos teremtés meghatározott bizonyos fizikai törvényeket, meghatározott ennek megfelelően bizonyos biológiai törvényeket, és ö, a dolgok ö, ezekbe a törvényekbe, ezekbe a fizikai és biológiai törvényekbe illeszkedve kapták meg ö, küldetésüket, principiumokat, ö, és azokat a kereteket, amin keresztül, vagy amelyeken belül ezeket a célokat ö, teljesíteni tudják, és teljesíteniük kell. És így jöhet, aztán, merül, aztán lehet ezt továbbvinni, és beszéltünk arról, hogy jó, rossz, erkölcsös, erkölcstelen, felelősség, a felelősség elhárítása, és így tovább. Tehát ez önmagában egy bibliai gondolat, mert mi a Biblia lényege? Ez. A Tóra lényege az, hogy van egy kinyilatkoztatás, amely bizonyos feladatokat ról ránk, ugyanis az egész létezés az egy tudatos, teremtés által létrejött e, céllal teli létezés. És ezt a célt, ezt nem én határozom meg, persze az én saját életemben bizonyos dolgokat én határozok meg, de önmagában a létezés célját nem én határozom meg. Ennek az ellenpontja az a vélekedés, amelyik azt mondja, hogy tulajdonképpen nincsen célja a létezésnek, vagy nincsen egy felülről meghatározott ö, központi célja a létezésnek, maga a létezés, az élet és tulajdonképpen a létezés is egy, egy véletlen folytán létrejövő valami. Ez egy külön kérdés, hogy a fizikai törvényei is véletlen folytán jöttek el létre. Ez egy különösen egy komoly, amennyire értem, egy komoly filozófiai kérdés, hogy ha nem volt valaki, aki meghatározta a fizikai törvényeit, akkor a fizikai fizika törvényei miért, milyen módon determinálódtak, milyen módon jöttek létre. De ennek a világnézetnek a végkifejlete, vagy a legszememben legabszurdabb végkifejlete az az, amikor azt mondom, hogy olyannyira nincsenek determinált, tehát előre meghatározott értékek, és nem csak értékek, hanem előre ez a meghatározott létezés, hogy tulajdonképpen a biológia törvényei sem ö, ö, meghatározóak. Tehát a következő lépés az lenne, hogy a fizika törvényei sem meghatározottak. Tehát, hogyha én egy gömbre azt mondom, hogy az kocka, vagy hogyha azt mondom, hogy itt a holdon a gravitáció ugyanolyan erős, mint a Földön, akkor, és, és nem fog elrepülni szkafander nélkül, akkor nem repülök el, de hát közben elrepülök. Na jó, de hát ez csak nézőpont kérdése, hogy én úgy érzem, hogy elrepülök, de valójában nem repülök el. És tulajdonképpen ez a ez a választó vonal a kettő között. Hogy az egyik, az egyik világnézet azt mondja, hogy bizonyos dolgok meghatározottak, tehát vannak bizonyos dolgok, amik nem nézőpont kérdése. A másik vélemény meg végsősorban azt mondja, hogy minden nézőpont kérdése, és azért hiába mások úgy látnak engem, mint férfi, ha én úgy látom magamat, mint nő, akkor én nő vagyok. Az egy következő kérdés, hogy akkor tulajdonképpen mit jelent a férfi meg a nő? Mert hogyha hogy láthatod magad nőnek, hogyha a nő az maga, maga egy, egy nézőpont kérdése? Ugye, ha, 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 ha a nő az egy meghatározott dolog, akkor lehet arról, ha van, egy, van nő és van férfi, és akkor lehet arról beszélni, hogy minek látszik ez az ember, nőnek vagy férfinek. De a nő meg férfi, az csak, csak egy látszópont kérdése, nézőpont kérdése, és akkor mit jelent az, hogy nő meg férfi? De ez majd, már egy következő, szerintem logikai csapda. Mindenesetre értelmszerűen, a zsidóság abból a nézőpontból indul ki, hogy a fizika, a biológia törvényei meghatározottak. Ezeket egy felsőbb, a fizika és biológia törvényen kívülálló hatalom, a végtelen Isten határozta meg. Ezért az, hogy én férfi vagyok vagy nő, az nem egy nézőpont kérdése. Uh -huh. Mit kezdünk azzal, hogy nagyjából minden ezredik. A gyermek úgy jön világra, hogy nem egyértelműen meghatározható a biológiai neme. Ugye itt uh, több mindenki, tehát most úgy érzed, hogy hermafrodita? Nem, nem lehet meghatározni azt, hogy melyik uh, nem a dominánsabb. Magyarul, hogy uh, születhet, úgy, úgy születik nagyjából uh, minden ezredik gyerek, uh, hogy nem lehet meghatározni, azt, hogy ő inkább férfi, vagy inkább nő, mert mind a két jegyet, vagy egyik jegyet sem feltétlenül mutatja. Tehát rendelkezik mondjuk pénisszel, de az, az nagyon kisméretű, vagy, vagy egyszerre rendelkezik mind a két szervel, Tehát, hogy olyan, ez, ez egy nagyon nagy nagyságrend ahhoz képest, amit mi determinátnak hívunk. Tehát Magyarországon körülbelül tízzer ember Él úgy, hogy a biológiai neme az nem egyértelműen volt meghatározható a születésekor. Ugye a, itt egy másik dologról beszélsz. Igen, egyenlőre Tehát egy másik dologról beszélsz. Fontos, dologról fontos a hallgatók számára is hogy a, a, a gender az, az egy az egy nézőpont az egy nézőponti. Igen. Meghatározottság. Tehát, hogy én minek érzem magam. Uh -huh. És ez alapján definiál magam, vagy egy, egy, ennek egy majd gondolom, hogy egy későbbi tovább szélsőségesebb lépése, amikor biológiailag is próbál magam áttranszformálni azá, az, aminek érzem magam. Uh -huh. Amiről te beszélsz, az az, amikor valaki ebben a, 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 ebben a meghatározottságban nem egyértelmű meghatározottsággal születik. Magát a androgynus vagy hermafroditának a fogalma, fogalmával a zsidó jog is foglalkozik, uh -huh. és, 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 föntartja azt, hogy, 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 hogy ez, egy, ez, egy, létező egy létező állapot, amikor, amikor, valaki mondjuk két nemi szervel rendelkezik, és nem, nem egyértelmű. Uh -huh. Ezen belül külön, különben a, a talmudi jogban összességében Három ilyen deviáció ö, ö, szerepel, mint jogi fogalom. A adroginus, ugye ez a Hermaphrodita, akinek két szerve van, a tumtum, -tum, a tumtum -tum az az, ahol a szerv nem megállapítható. Uh -huh. A tumtumnál előfordul az, hogy az élet bizonyos szakaszában biológiailag nem megállapítható, és később kiderül, vagy egy műtéttel egyértelművé lehet tenni. Uh -huh. Tehát a, mondjuk a pénisze... El, el van takarva, de egy egy egyszerű plasztikai műtéttel uh -huh. előkerül. Öm, ö, és, és a harmadik kategória pedig ö, ö, az állonit, vagy ennek a férfi megfelelője, az az, aki nem megy keresztül pubertáción, és vé, végül is a ott nem az a kérdés, hogy mi a neme, hanem az a kérdés, hogy Válik -e, mikor válik jogképes cselekvővé. Ugye a talmudi jogban a jogképes cselekvő fogalma, az nem, egy, az nem a 18 éves kor, és a, amúgy az általános közvélekedéssel szemben nem is a 13, illetve a 12 éves kor, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy a fiúknál a bármit szó, a 13 és ugye akkor válik felnőtt emberé, jogképes felnőtt cselekvővé, 12 éves korban pedig a lányok. A valójában a talmudiok szerint ez úgy néz ki, hogy egy 13 éves fiú, vagy egy 12 éves lány, ha már pubertáltak, és a pubertásnak legalább egy fél évén túl vannak, akkor ö, ö, akkor válnak jogképes cselekvővé. És a Tumtumnál az a kérdés, a Tumtum a -tum ugye az a, vagy bocsánat, az Ilonitnál, tehát akinél nincsen pubertáció, hogy mi az a pont, amikor azt mondom, hogy őm nála már ez nem fog eljönni, és ez a, és ez 20, ég, ez a 20 év. Tehát ha valaki húsz éves koráig nem ö, pubertált, akkor nem válik. Uh -huh. Akkor felnőtté válik, vagy jogképes cselekvé válik enélkül. De ezek biológiai fogalmak, vagy a biológiai meghatározatlanság, vagy nehezen meghatározhatóság fogalmai. És akkor vannak ilyen kérdések, hogy egy hermafrodita, ha házasodik, akkor, akkor, akkor férfiként, vagy nőként házasodik. Ezek bonyolult jogi kérdések, amiket most összeszólni nem is, nem is vagyok teljesen napra kész, hogy, hogy ezekkel mi van, ennek utána lehet nézni, de maga a fogalom létezik a, a tanulmányban. Azért nagyon érdekes, amit mondasz számomra, mert akkor ezek a kérdések bár nyilván marginálisak voltak, de mégis fölmerültek több ezer évvel ezelőtt. Tehát olyan jelenségről beszélünk, amelyik, amelyik ez, ezer évek óta itt él velünk, és ez egy megnyugtató dolog, hogy hogy a bölcsek foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és van rá adekvát válaszunk. És akkor itt érünk vissza arra, hogy az a az amikor én választok, De Tehát, úgy szadvág, csak ezzel kapcsolatban, legyen két megjegyzésem. Az egyik az az, hogy kérdésed, ne felejt, hogy e, szeretném a, ugye az újkori e, művészetből is e, behivatkozni. E, ugye, ha jól emlékszem, akkor egy zinger novella illetve egy ebből továbbfejlesztett film arról szól az egész hogy egy, egy, egy lány nagyon fiúnak érzi magát és és beöltözik fiúnak és elmegy a jesivába tanulni és ott a, a tanulótársával nagyon összebarátkoznak, és aztán valahol a film egy pontján kiderül róla, hogy, mégis, hogy, hogy ő csak lány, és nem fiú. Tehát ez a, ez a, ez a dilemma, vagy ez, a, ez, az érzés, hogy, hogy én hogy most fiú, fiúnak születtem, de lánynak érzem magam, vagy lánynak születtem, és fiúnak érzem magam, ez így az újkori zsidó szép irodalomban és művészetben is megjelenik, és amúgy pedig a talmud irodalomban, ezek a kérdések, tehát a nemiség kérdése és a, a nemiség körüli kérdéseknek a jogi, illetve erkölcsi részletezése az mai szemmel, vagy inkább mondom hogy keresztény szemmel, a keresztény civilizációból nézve szinte szinte érthetetlen, hogy, 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 hogy a talmudi bölcsek milyen mélységig és milyen részletességig mentek ezekben a kérdésekben. Tehát a kereszténységben van egyfajta ilyen, hát ez, 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 ez nem része az életnek, vagy ez az, annyira az intim szféra, hogy az nem a vallási irodalomra tartozik. A talmudban meg egy egészen más megközelítés van, ami pedig ezekre a kérdésekre teljesen ö, nagy részletességgel is, és, ö, és nagy ö, ö, érdeklődéssel foglalkozik, vannak, voltak a kereszténységnek olyan megjegyzései, vagy keresztény szerzőknek olyan megjegyzései ezzel kapcsolatban, hogy hát igen, igen, a zsidók azok teljesen elvannak teljesen el ettől a szexuális kérdéstől, hogy ez ennyire, még a rabbik is ennyire észtesen foglalkoznak. A zsidóság viszont úgy áll ez a dologhoz, hogy a Tórának és a, a vallásnak minden kérdéssel kell foglalkoznia, tehát nincs olyan, amire azt mondom, hogy ez tabu, vagy ez ami, vagy erről nem tudunk, vagy erről nyilatkozzanak az orvosok, vagy hát mindenről kell, hogy legyen vélemény. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog volt, amit mondtál, és pont pont itt van az érdekesség, hogy ezzel is foglalkozik, és ezzel is foglalkozott a, a Talmud. És azért, jó, hogy felhoztad ezt a példát, hiszen ez pontosan arról szól, hogy bár én nőnek születtem ebben a filmben, mégis, mégis nem, nem, tudom, hogy itt férfinak képzelte magát, férfinak definiálta magát, az volt-e az identitása, vagy vágyott például arra, hogy azok a, a, akkor még nem elérhető, ugye pont az előző adásban beszéltünk arról, hogy a nők számára a tanulmányozás az nem volt elérhető, és most már az. Tehát, hogy nem tudom, hogy mi volt a, a motivációja, de induljunk ki ebből, hogy mi van akkor, hogyha van egy nő, aki azt érzi, hogy bár ő női testben a, született, és akár pubertát is, de mégis azt érzi, hogy ő ő legbelül férfi, és a férfi dolgokra vágyik, a férfi dolgokat szeretné ő megvalósítani. Uh -huh. Hát itt szerintem nagyon sok minden. Ö... Ja, lel... Újra kezdve a mondatot. A lelki dolg, most lelki dolgokról beszélünk, lelki személyiségbeli dolgokról beszélünk, és a lélek dolgai azok nagyon sok minden, nagyon sok összetevősek, és és nagyon sok esetben nagyon nehezen. Ö meghatározhatóak patika mérlegen. Tehát az, hogy akkor ez így van, és nem úgy van, és nem amúgy van. És ezt azért vez mondom így, vagy azért vezettem ezzel fel a, a, gondolatomat, mert válaszuk ketté a dolgokat. Tehát van, van biológia. A biológiában valaki vagy férfi, vagy nő, vagy a köztes állapot, a, vagy a kérdéses állapot, amikről beszéltünk. A jogban, a zsidó jogban, amikor nőkről és férfiakról beszélünk, akkor ez a kérdés, biológiailag férfi vagy, vagy nő vagy. És ennek megfelelően azok a vallási szabályok, illetve a mindenapja életet meghatározó szabályok, ennek megfelelően alkalmazandóak egy férfira, vagy egy nőre. Tehát a kötelességeid, a felelősséged, amennyiben más egy nője és egy férfi kötelességes felelőssége, ennyiben térel. Ugye van egy, aztán vannak a lelki dolgok. Az, hogy én minek érzem magam vagy milyen a személyiségem. És ebben, 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 tény kérdés, hogy, hogy vannak nagyon nőies férfiak, vannak nagyon férfias nők, ha már csak a személyiségről beszélünk, amiben lehet, ennek a spektruma nagyon sokféle lehet, tehát a, a vannak bizonyos tipikusan női tulajdonságok, és tipikusan férfi tulajdonságok, de a tulajdonságok teljes tárháza mind a férfiaknál és mind a nőknél megvan, csak ezek jellemzően erősebbek a férfiaknál, jellemzően erősebbek a nőknél, ami nem azt jelenti, hogy minden nőnél így van, és minden férfinél úgy van, azt jelenti, hogy ezek az közgondolkodásban nem véletlenül a tipikusan női vagy tipikusan férfi tulajdonságok, amiben az is, amiben az is hogy vannak olyan nők, amelyeknél nem annyira jellemzőek ezek, és így a többségtől valamennyire eltérnek, és ennek a spektruma lehet olyan, hogy, vala, hogy egy nő nagyon férfias, vagy egy, nő nagyon, vagy egy férfi nagyon nőies. Ez egy, ez egy személyiségbeli kérdés, és ez a ö, felelősségeidet és kötelezettségeidet ö, nem ö, nem változtatja meg. És van egy harmadik kérdés, ami a nemi vágyak és a nemi, ö, ö, az ezzel kapcsolatos nemi meghatározás kérdése. Ezt csak azért mondom, tehát egy férfias nő is, egy férfi um, fér, 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 férfi jellemzően férfi tulajdonságokban erősebb nő is uh, vágyhat egy férfivel való kapcsolatra, és ugyanígy igaz egy nőies férfire, hogy vágyhat egy női kapcsolatra. Van egy másik kérdés, ami valamennyire talán összefügg ezzel az ügyjel, de nem szerintem nem százszázalékosan, és ez pedig a... Uh, az azonos nem iránt való ö, nemi vágyakozás, illetve az azzal kapcsolatos ö, zavar, vagy, vagy. Mert ugye lehet egy olyan egyértelmű állapot, amikor valaki egyértelműen az azonos nem, nem iránt vágyakozik, vagy egyértelműen nem, vagy lehet egy zavarállapot, amit én most nem perroet értem, nem feltem felt vagy értékítéletben mond, mondom, hanem egy olyan állapot, amiben ne, nem maga se tudja meghatározni igazából sem a saját nemi ö, ö, vágyait, ö, ö, és az ezzel kapcsolatos valamifajta identitás zavar is fennáll. Egy ugye ezt a szaknyelvben, tehát ez a te területed, ezt ugye gender diszaforjának ö, ö, nevezik, ha jól tudom, ami valami olyasmi gondolom én, nem az én szakterületem, hogy, hogy hogy valahogy a saját nemi önmeghatározásában van valami fajta zavar, ami adott esetben a biológiai nemével ö, ö, van ellentétben. De ezek a dolgok ilyen értelmen és és... Nem feltétlenül azért, mert ezek nem járnak adott esetben együtt, hanem azért, mert járhatnak külön-külön is. Um, és itt ugye, akkor ennek megfelelően térjünk vissza a, az érzelmek, az érzések, az identitás, ami mindig egy, egy folyamatosan változó, fluid és, és nehezen meghatározható kérdés körül, a jog és a mindennapi élet felelősségei és, 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 és ügyei területére. És a zsidó vallás azt mondja, hogy milyen érzéseid vannak, az érzések azok fontos dolgok, kétségtelenül, de nem ezek határozzák meg a valóságot. A valóságot mindenek a fizika és a biológia határozza meg, és ennek megfelelően ezek azok a dolgok, amik meghatározzák a felelősségeidet és a kötelezettségeidet. Azokat a kereteket, amin belül élsz. Ez nem azt jelenti, hogy ez az élet mindig komfortos de azt jelenti, hogy ezek a determinált keretek. E, magyarul e, nem az a helyzet, hogy van egy érzésed, és az érzéshez próbáld igazítani a, a, fizikai vagy biológiai valóságot, hanem az a helyzet, hogy van egy fizikai biológiai valóság, ahhoz járnak bizonyos determinált értékek, determinált kötelezettségek, és igyekez ahhoz igazítani az érzéseidet és személyiségedet. Vagy sikerül, vagy nem, de ez a ez a zsidóság hozzáállása a kérdéshez. Csak még itt a talmud tanulással kapcsolatban, én, ha jól emlékszem, a talmutban magában is van olyan történet, ami arról szól, hogy a, hogy valamelyik rabbinak a lányai nagyon ö, szerettek volna talmudot tanulni, és, és akkor ö, tehát, hogy ez a fajta átjárás az, az ókorban is ö, 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 megvolt. Maga ez a kérdés most nagyon ö, középpontba került. És és elkezdtünk ketté szakadni. Tehát vagy, vagy, vagy teljes elutasítás van, vagy pedig a teljes elfog, azonosulás van. Én még csak nem is elfogadásról beszélek. És én szeretném azt gondolni, hogy mi tudunk elfogadóan viseltetni. El, el, elfogadóan elutasítani? <laughs> <laughs> Oké, okay. miért kell ezt elutasítanunk? Már az ezt alatt mit értesz? Uh, a, transz, mondjuk a, a transgender a... jelenséget? Uh, tehát szerintem mindenkor, amikor egy ilyen érzékeny dolgról beszélünk, akkor azt fontos rögzíteni. Tehát mi most nem, ha, ha az elutasítás szót használjuk, akkor nem arról beszélünk, hogy egy embert elutasítunk, mint ember, vagy nem veszünk ember számba. Azért, mert bizonyos érzései identitása, identitás zavara, vagy nem identitás zavara van, hanem magáról a a fogalomról beszélünk, nem az emberről, hanem a fogalomról. Amikor a zsidóvás azt mondja például, hogy a homoszexualitást nem fogadja el, elutasítja, az nem azt jelenti, hogy a homoszexualitást is embert elítéli és nem fogadja el, hanem a homoszexualitást, mint fogalmat esetleg nem tartja jónak és nem tartja követendőnek. Ez csak fontos úgy rögzíteni, és ez nem az alapja annak, amit én úgy próbáltam ironizálva összefoglalni, hogy elfogadóan elutasítani. És ez egy, egy, egy olyan fontos készség, ami lehet, hogy valóban hiányzik a témáról, való általános közbeszédből. Ha arról beszélünk, hogy mondjuk a transgender jelenséget miért utasítsuk el, akkor szerintem az eddigi, nem tudom, 15 perce beszélgetünk, eddigi felvezetőnkből, Szerintem nagyjából is egészségben ez kiderül. Azért, mert hogyha a transgender jelenségnél mi elmegyünk egy olyan irányba, hogy nem csak azt elfogadjuk, hogy valakinek a biológiai nemével ellentétes érzései vannak, mondjuk az élete bizonyos szakaszában, vagy egész élete során, ugye ezt ez egy kérdés, hogy ez, ez önmagában erős, amennyire lajvikusként értek a úgy, úgy, úgy tudom, hogy ezek azért ezek az életszakaszokban változhatnak, vagy változ, sok esetben változnak. De azon túl, hogy megértjük, hogy ilyen létezik, ha tovább lépünk, és azt mondjuk, hogy valaki a adott pillanatban való ilyen típusú érzései, vagy érzelmi zavara e, alapján e, valakit, e, valaki felé konfirmáljuk, hogy ő hiába férfi, mégis mi nőnek, mert ő nőnek tekinti magát, mi is nőnek tekintsük. vagy még tovább menve ehm, hozzájáruljunk az ő biológiai nemének a megcsonkításához, ehm, fizikai értelemben, ehm, hormonális kezeléssel, ehm, nemiszerv eltávolítással, vagy, ehm, vagy ilyen hasonló ehm, nem, nem váltó műtéttel akkor tulajdonképpen mit csinálunk? Azt a az alapállítást kérdőjelezzük meg, hogy vannak bizonyos dolgok, fizika és biológia bizonyos törvényei, amelyek nem érzés kérdései. Abban a percben, hogy azt mondom, hogy függetlenül attól, hogy te minek születtél, és független attól, hogy a, most a nap süt, csináljunk, mi ezt képesek vagyunk az érzéseink alapján megváltoztatni, hogy a nap nem süt, hanem sötét van, te pedig nem férfi vagy, hanem nő, vagy nem nő vagy, hanem férfi, mert minden csak a te érzésednek és a mi személyes látó, látószögünknek a kérdése, akkor a, a akkor a világon, ha nincsenek, ha nincs, akkor a következő lépés az az, hogy igazából nincsen semmi sem determinált, Semmi sem előre meghatározott, minden egy nézőpont kérdése. Most is nem akarok egy Egy, 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 egy valamilyen pokolt kiáltó prokátor lenni, de ennek az eredménye a totál káosz. Mert akkor azt mondott, hogy tulajdonképpen a valóság, mint olyan, ami egy kiinduló pontja egyáltalán a közös beszélgetésnek. Hát gondoljunk végig, hogyha te meg én beszélgetünk, akkor ahhoz, hogy egyáltalán beszélgessünk, egy bizonyos kérdések, mint axiómák kell, hogy elfogadva legyenek. Az, hogy most mind a ketten azt gondoljuk, hogy január, nem tudom hányadika van, csütörtök, Óbudán ülünk. Bizonyos dolgokban E, mindannyian elfogadjuk. Bizonyos dolgokat alaptézisnek fogadunk el. Ha a biológia és a fizika azok nem axiómák, akkor igazából mint, 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 mint mindentől független e, egyedek úszunk a, a, a semmiben, és ez, ez folyamatos ütközésekhez fog vezetni. Mert ugye akkor a, a valóságról alkotott képed nekem meg nekem olyannyiban ellentmondásos, hogy, hogy, hogy nagyon könnyen ütközni fogunk egymással, és ezen ennek mondjuk a szélsőséges példája az az, ami ugye innen Magyarországról nézett teljesen abszurd, hogy Kanadában ö, ö, az angol nyelv használatában törvényileg határozták meg, hogy nem egy pronoun, tehát egy nemiséget jelölő ö, előszó ö, van, hanem tudom, 40, és hogyha te neked az az elvárásod, hogy férfi vagy, de te nőként szeret, hogy definiáljon egy másik ember, vagy nem nőként, hanem valamelyik köztes állapotként, és az a másik ember ezt megszegi, akkor büntető eljárás lehet, vagy polgári eljárás lehet vele szemben Csár, Ugye ez a Jordan Peterson-nak az a, az a per, ami most vele kapcsolatban megy. Ugye ez egy egy szélsőséges példa, de hát ilyenből még nagyon sok lehet. És ezt hozzáteszem, nem kérdőjelezi meg azt, hogy az az ember, aki aki ilyen állapotban van, egy ilyen lelki állapotban, vagy egy ilyen személyiségzavarban, vagy a, nevezzük, aminek akarjuk, van, hogy ő biológiailag egyfajta nem, de közben másnak érzi magát, az biztos, hogy egy nagyon kellemetlen, és egy, 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 egy sok szenvedéssel járó dolog. Az egy másik kérdés, hogy ha mi elismerjük, hogy ő neki vagy nem elismerjük, ha mi konfirmáljuk az ő érzését, és az, alapja, az alapján definiáljuk az ő nemét, az mennyiben fogja az ő, ő közérzetét javítani. Tehát könnyen lehet, hogy az a közérzetén hosszú távon nem fog javítani, és nem fogja magát komfortosabban érezni. De ez már olyan szociológiai kutatásoknak a kérdése, hogy mondjuk például azok az emberek, akik, akik nem váltó műtéteken mentek keresztül, azoknak hány százaléka lett öngyilkos, úgy tudom, hogy viszonylag magas. Persze lehet azt mondani, jó, igen, azért lett öngyilkos, mert hiába volt nem váltó műtéte, mégse fogadták el, a mindenki Tehát ezek, ez már, ez már egy, egy, egy további kérdés. A magam részéről nem gondolom zavarnak, és tartózkodom is a zavar kifejezéstől, mert ez azt, azt, mutatná, vagy mutatja szerintem kifele, hogy én azt az embert nem tudom teljes egészében elfogadni, hanem valami zavart viselkedést tulajdonítok neki. Én nem gondolom, hogy ezekben az emberekben zavar lenne. azt viszont... De örülök, hogy különben végre van benne vitatkozunk. <laughs> <laughs> mert mert a, a nem tudom, két éve csinálok ezt a podcastet, és végre van benne sikerült előled kiprovokálnom, hogy ne értsél egyet. <laughs> De, De ennek én... örülök, tényleg örülök, és én majd vissza fogok eh, 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 hivatkozni az zavar kérdésre. Oké, okay. az, hogy ő benne ez az érzés van, én ezt teljes egészében el tudom fogadni, és azt is gondolom, hogy az, hogy ő ezt így érzi, és ő ezt így szeretné, azzal, azzal én teljes egészében azonosulni tudok, hogy neki ez jobb érzést okoz, és az, az ő identitásában, és önmaga identifikációjában egy fontos kérdés. Ezt én uh, egyáltalán nem látom problémának. És az a kérdésem, hogy miért tekintjük problémának, hogyha valaki, vagy nehézségnek, vagy gondnak, vagy, vagy megváltoztatandó dolognak, hogyha valaki ezt így érzi? Tehát de extrapoláltál, tehát azt kell, hogy ez megváltoztató dolognak, meg ezt nem mondtam. Jó, de, ja. de, de erről is akkor majd elmondom, Jó, ugye, akkor egy, egy, egy kis olyan lazító vicc, ugye, hogy két ember van a világon, az egyik, aki képes extrapolálni. <laughs> Oké, okay. zavar. Tehát amikor azt mondom, hogy, hogy, hogy egy személyiség zavar, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy 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 az az ember az mondjuk zavart elmélyű, vagy hogy az az ember pszichológiailag, vagy egy, egy, egy olyan pszichiátriai betegségnek az alanya, ami gyógyszerrel gyógyítandó, vagy amely a mindennapi élet funkciók önálló betöltésére alkalmatlanná teszi, hanem az azt jelenti, hogy van egy olyan ellentmondás, egy olyan, most ezt nem, nem pejoratív értelemben, nem értékítélő értelemben <crowd to rupee> mondom, de a szokványostól eltérő deviáncia, ami ami e, mássá teszi, abban az értelemben, hogy a, egy olyan ügyjel kapcsolatban van egy identitás zavara vagy válsága, egy identitás ellentmondása, amelyel az emberek többségének nem kell e, megküzdeniük. És ez az identitás vagy. E, részidentitás zavar, ugye a nemiség az nem az identitásunk egészen, egy jelentős része, de az identitás még nagyon sok minden másból is összeáll, egy jelentős része, ez egy olyan ö, 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 megküzdendő, vagy egy olyan az élete során az a együtt élendő ügy, nem is nevezem problémának, ami az emberek többségénél nincs. És ez az ügy, ez olyan értelemben zavar, hogy egy ellentmondás van a fizikai biológiai éne és a belső érze, érzelmi világa között. Ez még semmit nem mond arról, hogy ez megváltoztatandó, vagy egyáltalán megváltoztatható lehet-e. Ilyen értelemben a homoszexualitás is hasonló, hogy a biológiai normától eltérő állapot, amiben valaki nem a másik nem, hanem a saját nem felé vonzódik. Ez még nem, ez, ezzel kapcsolatban én nem nyilatkoztam, vagy nem mondtam, hogy ez megváltoztatható-e. Én azt gondolom, hogy a, de ez mindenfajta szakmai ö, felkészültséget hiányol, csak egyszerűen, mint laikus érdeklődő. Én azt gondolom, hogy az esetek többségében valószínűleg nem változtatható meg, és ö, ö, de ettől még ez a szokványos, vagy az a, a, a biológiailag meghatározott, vagy a biológiai meghatározottságtól eltérő érzelmi világ, ami, ami ilyen értelemben egy, 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 belső keresem azt a szót, ami, ami, ami nem, nem egyfajta értékítélet, vagy pejoratív dolog feltétlenül, de egy, egy belső, egy eltérés a, 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 az érzelmi világ és a biológiai meghatározottság között. Ami óhatatlanul egyfajta zavarnak is nevezhető. Oké. Okay. Miért, miért kell nekünk bármiféle módon állást foglalni ezzel kapcsolatban? Hiszen az embereknek, amit teljesen is mondasz, hogy jelentős részét nem érinti, ez nem egy ragály, ez nem fog terjedni, ez, ez azoknak az embereknek lesz egy belső, túlsakodása, akik ebben érintettek. Tehát mi, mi szükség van arra, hogy bármiféle állásfoglalás legyen ezzel kapcsolatban, miért nem tudjuk azt mondani, hogy itt vannak ezek az emberek, akik eléggé szenvednek attól, hogy önmaguk identitása az nem eltér attól, am amit mi megszoktunk, vagy átlagosnak tartunk, miért kell rájuk rakni még egy olyan terhet, hogy azt mondjuk, hogy ez nem normális? Miért kell rájuk rakni egy olyan terhet, hogy azt mondjuk, hogy ez normális? Értsük, hogy mire gondolok. Nem állítom, és nem gondolom, hogy nekünk bármit mondanunk kellene. Mi nem mondunk semmit. A Tóra meghatározza jogi értelemben, hogy a nemiségnek hol van dolga, hol nincs dolga, és itt tovább. Tehát a Tóra ugyanúgy, ahogy meghatározza, hogy egy, egy, egy férfi és egy nő közötti kapcsolat az egy házasságon belül Szabad csak, hogy megtörténjen, és hogyha nem így történik, akkor az a legsúlyosabb kiágás Ugyanígy meghatározza például a homoszexualitás tilalmát. De ezt nem mi mondjuk, a Tóra mondja. Egy következő kérdés: hogyha valaki homoszexuálisnak született, akkor azzal mi, mit tudunk tenni? Vagy kell-e bármit tenni? Vagy kell-e egyáltalán ezt a közbeszéd ennyire jelentős részévé tenni? Én azt gondolom, hogy nem. Ugyanúgy, ahogy nem gondolom, hogy a nemiséget ennyire a. a, a a, a közbeszéd jelentős részévé kéne tenni. Miért ennyire jelentős része a homoszexualitás a közbeszéd, közbeszédnek? Szerintem részben azért, mert maga a szexualitás ennyire központi részévé vált. Leginkább az utóbbi száz évben. Minden, ami körbevez bennünket, a ö, művészettől, a filmeken át, a. a, a a, 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 az, az újságokon keresztül, az egyre inkább, vagy a 20. század végére már tulajdonképpen beállt a szexhajtásról szól, és mivel a szexhajtásról szól, és a szexhajtás az egy, így egy sokkal nagyobb falatot vesz ki, ami vagy az átlag ember identitásának, a meghatározásából, a saját önértékeléséből, stb., óvatatlanul a homoszexualitás, vagy a most már a transgender kérdés is, egy, egy sokkal fontosabb ügy Egy olyan ügy, amiről beszélni kell, amivel valamit csinálni kell. Pedig számos más olyan probléma van, vagy számos más olyan kérdés van az életnek olyan ügyei, amelyek ehhez hasonlóak, amelyben valakinek valamilyen a szokványostól eltérő állapota van, Uh, ami a mindennapi életének a nagy részét nem befolyásolja, de egy, egy másik részét igen, és senki nem teszi ezt identitás kérdésé, vagy nem teszi egy olyan ügyé, amir amiről beszélni kell. Um, ez szerintem a, 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 az egyik leg, legfontosabb állítás. Én nem gondolom, hogy a szexualitás uh, kérdéséről egyáltalán ilyen sokat kéne beszélni, és én szerintem nagyon sokat árt, hogy ilyen sokat beszélünk róla. És akkor itt rátérve arra, hogyha ha a szexuáltásról ilyen sokat beszélünk, és oly módon ö, viszonyulunk a szexualitáshoz, ahogy a világ viszonyul a szexualitáshoz, ami szerintem önmagában egy deviáns viszonyulás, és ennek az örvény a homoszexualitáshoz, vagy a transgender ö, 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 identitáshoz is ö, így állunk hozzá, és erről ilyen sokat beszélünk, akkor azzal szerintem, problémát csinálunk belőle. Problémát csinálunk belőle sok esetben azoknak az embereknek a számára, akik uh, akik ezzel uh, élnek együtt, és olyan emberek számára is, akik nem feltétlenül éltek volna ezzel együtt, de tekintve, hogy ennyire sok szó van róla, uh, um, részévé válik az életüknek. Ilyen sok kutatás van arról, uh, és én nem állítom hogy ezeket Mind átnyálasztottam, hogy a homoszexuálisoknak hány százaléka tekinthető mondjuk egy genetikailag homoszexuálisnak született homoszexuális születetnek, hány százaléka pedig mondjuk valamilyen olyan pszichológiai vagy élettörténeti vagy személyiségbe vagy élettörténeti pszichológiai befolyás miatt válik homoszexuálisá, és hány százaléka pedig egyfajta szexuális örömkeresés, önkeresés részéként próbálja ki, vagy válik homoszexuálisá. Azért az biztos, hogy a homoszexuálisok, ha most a homoszexualitásról van szó, egy jelentős része az nem a a homoszexuális születettel a saját neméhez közel, közeledők. És úgy, ez még inkább így van, és még szerintem szélsőségesebb is azt mondta, hogy mi a veszélye az erről való beszédnek. Még inkább így van a transzgenderrel. Most a, a Amerikában ez egy hatalmas téma, Magyarországon ezért ez nem egy ilyen nagy kérdés. A Amerikában talán semmi, és számos film. A közbeszédben penetráló vita, és itt, a, és itt jelent meg ebben a témában, amelyekből számomra azért többek közt az is kiderül, hogy sok esetben például olyan pubertáló gyerekek, vagy fiatalok, akiknek van valamilyen ilyen jellegű személyiség zavaruk, ezt nem, a, itt, nem, is, tehát a, hogy mondjam, a korral együtt járó, nem személyiség zavar, de valami. Ez egy identitás keresés. Identitás keresésük, ami mondjuk szélsőségesebb, vagy ebbe az irányba ő viszi előket. És láttam számos olyan interjút, aki valaki arról beszél, hogy ő 18 évesen eh, hormonális kezelést kapott, levágatta a melleit, eh, nem váltó műtétemen keresztül, és ma 25 éves, és ott áll, hogy hát mekkora őrült vagyok, hogy ezt megcsáltam, és vádolja a szüleit, vádolja a pszichológusát, hogy nem hívta fel figyelmét arra, hogy lehet, hogy ezzel kicsit várni kéne. Tehát azért ilyen problémák is vannak, és a, a túlzott konfirmálás, hogy egyáltalán nem is csak a konfirmálás, egyáltalán, hogy, hogy ez egy olyan téma, ami egy identitás kérdésé vált, mert nézzük csak meg, nem csak arról van szó, hogy a homoszexualitás vagy a transgender kérdés az az adott ember, meg a szexualitás az adott ember az én identitásomnak egy olyan meghatározó részével, hogy nekem valamit ezzel kezdem kell, mert különben folyamatos identitás zavarban vagyok, hanem arról is szó van, hogy most már ez egy politikai identitás kérdése is vált, ami még, még kiélezettebbé, még nagyobb teherré teszi ezt, és ezért kérdeztem vissza, amikor megkérdeztem, hogy miért tegyük rá azt a tehert, hogy egyáltalán beszéljünk róla. Én pont itt látom ennek a nehézségét, hogy ez kikerült abból a körből, ahol, ahol az én személyes jól létem, az én személyes megélésemnek a javítása a cél. Ezt nem lehet, nem lehet társadalmilag kikényszeríteni. Uh, és azt gondolom, hogy itt viszont egyről beszélünk. Hogy azt a... nem lehet társadalmiak aki kényszeríteni, azt ki lehetne kényszeríteni, de valószínűleg az sem lehet törvényi szóval, hogy, 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 ezt, az egész, ezt az egész szexualitás kérdést, ezt, ezt próbáljuk meg azért vissza, visszaterelni az emberek intim szférájába. Tehát, hogy ami, ha neked szexualitás, a szexualitással, mint olyannal kérdéseid vannak, vagy azzal kapcsolatban merülnek föl ö, dolgaid, akkor az, az, az a te és a szexuális partnered, a te és a pszichológusod, te és a, 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 a házassági tanácsadod, te és a rabbit, te és a papod, te és a, az apukád vagy anyukád dolga legyen, és nem pedig olyasmi, ami, 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 től, amivel kapcsolatban elvárod, hogy a, a, a környezetet konfirmáljon, hogy megerősítsen, mert ez nem, ez nem egy ennyire, meg, nem kéne, hogy ennyire meghatározó része legyen az identitásodnak. A nagyon meghatározó része a szexualitás az identitásunknak, csak azt gondolom, hogy ez valóban egy szűkebb körben érdemes, hogyha marad. Az A másik oldalról viszont eléggé károsnak tartom azt, hogyha ezt a fajta törekvést, amelyik az, a, az elfogadást próbálja meg valamilyen módon a személy iránt növelni, ezt mi valamiféleképpen, démonizáljuk, hogy, hogy azok az emberek, akik mindenféle nehézséggel küzdenek, azok maradjanak csöndbe, és küzdjenek egyedül. Tehát sokkal inkább gondolom nem azt, küzdenek, hogy... Ne küzdjenek egyedül, csak nem tartozik a, a munkatársára, a kollégájára, a közvéleményre, a, a, hanem, hanem ugyanolyan sok mindennel küzd az ember. Hát a küzdelmeit azt nem... Tehát egyáltalán nem kell, ez miért téma? Nem kell, hogy téma legyen. Nem az, a, nem a, az, el, a, a, az, a, az elfogadásnak a, a, az elfogadás az egy nagyon fontos dolog. A, elfogadni olyasmit kell, ami ami az ajtómhoz kerül, hogy elfogadjam. Tehát abban egyetértek, hogy arról lehetne beszélgetni, hogy, a, hogy a, ha valakinek homoszexuális gyereke van, és a, a, az, az a gyerek vagy ez a, bocsánat, a homoszexualitás az adott embernek a, 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 értékvilágában nem illeszthető, akkor, hogy, akkor azért hogyan viszonyuljon emberként a saját gyerekéhez, és ne tagadja ki, és uh -huh. nem úgy szeresse, és így tovább, és így tovább. De hogy amúgy ne, ez nem egy, a szexualitás, mint olyan, az szerintem nem egy közügy. Most van 50 éve, hogy kikerült a, a betegségek közül a homoszexualitás. Tehát 50 évvel ezelőtt még betegségnek tekintették. Egy kóros dolognak tekintették. Pont most a napokban van az 50. évfordulója, hogy kikerült a diagnózisok közül. Azért 50 év elég hosszú idő. Több mint 50 éve volt az a szexuális forradalom, amik nem feltétlenül szexuális forradalom volt, inkább a fogamzásgátlásnak a forradalma. Nah, volt. Mindezek nem hozták meg azt, hogy az emberek elégedettebbek lennének az életükkel, vagy, vagy, boldogabbak lennének, vagy kiegyensúlyozottabbak lennének, vagy kevésbé lennének depressziósak, hanem pont azt látjuk, hogy, hogy ezek a mentális nehézségek csak szaporodtak. Nem használtad az a nem, csak nem. nehézség. <laughs> Okay. Mert nem tartom. Jaj, az a elkezded, mert hát, hogy, hogy... Ez nyelvi, nyelvi meghatározás, igen. Itt egyet kell értsek veled abban, hogy az, hogy mi ennyit beszélünk róla, az nem hozta meg azt a várt eredményt, ami, ami egy kevésbé frusztrált, kevésbé fájdalmas értékekkel teli életet tudna elhozni. Ami azt is jelenti, hogy valószínűleg rossz helyen kapírgálunk akkor, amikor azt gondoljuk, hogy ennek a teljes, fókuszba hozatala fogja meghozni ezt az eredményt. Azt látjuk, hogy ez nem így van. Abszolút egyetértek, és különben itt szeretném beivatkozni egy, egy pár éve ezelőtti beszélgetésemet Steiner Kristóffal, akivel eh, egyszer csináltunk egy ilyen Facebook live-ot, és fönnfon van itt a, a köves YouTube csatornán is meg lehet találni, és eh, érdekes volt, mert egy tehát igazából olyan ter teljesen természetes módon jött, hogy akkor a homoszexualitásról beszéljünk, és szerintem egy nagyon jó, ott a számomra is nagyon tanulságos és tartalmas beszélgetés volt, és ö, sok minden, amiről most beszélünk, az ott szerintem még, még jobban és még hitelesebb módon eh, ki, van, ki van fejtve. De igazából a, szerintem itt a Azért is tartottam fontosnak, hogy amikor az, az, ott úgy, úgy fogalmaztam meg, hogy a, nem az a kérdés, hogy mondjuk például a Tóra vagy a zsidóság mit gondol a homoszexualitásról, hanem az, hogy mit gondol a szexualitásról. E, és anélkül, hogy megértenénk azt, hogy mennyire mást gondol a szexualitásról a Tóra, mint mondjuk ami a közgondolkodásban van, nem fogjuk tudni megérteni azt sem, hogy mit gondol a homoszexualitásról, nem tudjuk fogjuk tudni megérteni, és elfogadni, ha már az elfogadásról beszéltünk, mert ugye azért azt se felejtsük el, hogy az elfogadás az nem csak egy irányba megy. Az elfogadás az nem csak azt jelenti, hogy elfogadom azoknak a véleményét, akik szerintem az elfogadókhoz tartoznak, hanem azt is jelenti, hogy elfogadom azoknak a véleményét is, akik esetleg másképp gondolkodnak, mint én. De ha visszatérve az, a szexualitás kérdéséhez, tehát az a tóra teljesen más gondol a szexualitásról és a házasságról, mint mondjuk a közgondolkodás a Tóra szemében a szexualitás, te is azt mondtad, hogy nagyon fontos része az identitásunknak. Persze, fontos része a szexualitás az identitásunknak. Meg például a szexualitás oltatlanul együtt jár egy, egy, fontos öröm forrásával, amit a Tóra nem tagad meg. A Tóra nem mondja, hogy a szexuális életből származó öröm rossz lenne, vagy azt, azt mindenképp kerülnünk kellene, vagy az egy megtűrt rossz, ami csak a gyermeknemzés érdekében van. De azért azt gondolja, hogy az egy olyan velejárója a szexualitásnak, ami fontos, mert anélkül nem, nem lenne kedvünk ö, ö, nemi kapcsolatot létesíteni, a jó Isten itt teremtett meg bennünket, de azért ennek az egésznek, ez az egész egy keretben van, ennek van egy célja. Ez valamit szolgál, és nem mi szolgáljuk ezt. És ez nem az identitásunknak az egyetlen és legfontosabb ügye. Öm. És ha ezt megértjük a szekszajtással kapcsolatban, amiről lehet, hogy érdemes egy különbeszélgetésben még többet beszélni, akkor megértjük azt is, hogy ez, ezért, hogyha valakinek a valakinek a a szexuális vágyai, vagy a szexuális euh, vízől, episod, viszony, viszonyai azok ilyen vagy olyan vagy amolyan módon euh, euh, nem illeszthetők a szokványosba, az igen, hát az eltér a szokványostól, és akkor az a kérdés, hogy abba a keretbe ez belefér, vagy nem fér bele, amit a tóra meghatároz. De, de, ez, nem a, de ez nem egy olyan identitás kérdés, ami, ami, a, ami, nélkül nem lehet élni. Tehát még számos más dolog van, ami az ember, amiben különböző emberek eltérnek a szexuális életük Tehát Vannak a szexuális emberek, vannak olyan emberek, akik szexmániásak, és és, 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 szinte képtelnek egy partner mellett megmaradni. Azért számos olyan dolog, ami nem fér bele a tóra által meghatározott keretekbe, vagy nehezen illeszthető bele. De amúgy nem csak a szexualitás kérdése, hanem vannak az életnek más területe is, amiben nehezen illeszthetőek bele. Ettől még a kereteket nem változtatjuk meg, és, nem, és ettől még nem mondjuk azt, hogy hát ha, ha ez, ez nincs megoldva, akkor itt az illető az, hát ezt meg kell oldani. Mert tulajdonképpen mind a két, meg, mind a két állítás, az is, amelyik azt mondja, hogy hogy a, a, a homoszexualitás, az, a homoszexuálisok deviánsak, azokat, vagy a transgender, nem lehet elfogadni, és, 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 és ilyen nincs, és nem szok. Meg az is, amelyik azt mondja, hogy hát mindenképp el kell fogadni, azok azt állítják, hogy itt valamit meg kell oldani. Nem biztos, hogy ezt meg, kell, meg le kell vagy meg lehet oldani, mert nem az a kérdés, hogy ezt meg kell vagy meg Nem az a kérdés, hogy van egy világ, van egy létezés, abban teremtődtek bizonyos keretek, ezekhez a keretekhez kell, hogy tartsuk magunkat. Van, akinek könnyebben megy, van, akinek nehezebben megy, nem csak ebben a kérdésben, számos más kérdésben is. Köszönöm szépen.